Ukrajna új útvonalakat fejleszt ki a Gabona Ukrajnából humanitárius programhoz, közölte Volodymyr Zelenszky elnök a harmadik demokrácia csúcs találkozó résztvevőihez fordulva. Számolt be az Ukrinform. Elmondása szerint a programnak köszönhetően már több tízezer tonna Gabonát és Búzát szállítottak Jemenbe, Szomáliába, Nigériába, Szudánba és Etiópiába. Most az ENSZ élelmezésügyi világprogramjával együtt új útvonalakat fejlesztünk ki a Green Front Ukrán programhoz, hogy segítsük leküzdeni az éhezést Gázában, Malaviban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint más országokban, mondta Zelenszky. A Gabona Ukrajnából elnevezésű ukrán humanitárius kezdeményezés 2022-ben indult el, amely az afrikai, ázsiai és a közelkeleti országok számára biztosítja a szükséges élelmiszereket ott, ahol a lakosságot éhinség fenyegeti. Az ukrán energiarendszer pénteken ellenállt az oroszok hatalmas támadásának. A régiókban három szakaszban állítják helyre az áramszolgáltatást. Közölte Denis Mihály miniszterelnök a kormányülésen. Számodba az Erbeka Ukrajna hírportál. A kormányfő elmondta, hogy a megszállók két egymást követő napon támadták Ukrajnát. Csütörtökön Kijevet, pénteken pedig harkiv, Zaporizsia, Dnipropetrovsk, Sumi, Poltava, Odessa, Vinyica, Ivano-Frankivsk, Lemberg, Khmelnyi, és Mikolájiv megyéket. A pénteki csapások elsősorban az energiaipar ellen irányultak. Ez volt az egyik legnagyobb támadás az energiaipar ellen a nagy háború második évében, és a legátfogóbb támadás ebben az őszi-téli időszakban, mutatott Rás Mihál. Elmondása szerint mintegy húsz alállomás és erőmű érintett, köztük a nyiprói vízi erőmű. Több régióban gondok vannak az áramellátással, számos térségben áramszüneteket Rendeltek el. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a szakemberek éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy az ukrán otthonok áramellátását a lehető leghamarabb helyreállítsák. Három szakaszban folynak a helyreállítási munkálatok. Az első a kritikus infrastruktúra összekapcsolása, a második szakasz a lakosság villamosenergia ellátásának, a harmadik pedig az energetikai ipar helyreállítása. Előzetesen egy napra van szükségünk az összes lakossági fogyasztására aztó áramellátásának a helyreállításához, mutatott rá Denis Mihály. A erőmű elleni orosz terrortámadás következményeként talajszennyezés keletkezett. Kőolajtermékek szivárogtak a Dnipro folyóba, számodva az Erbeka-Ukrajna a déli körzet állami ökológiai felügyelőségére hivatkozva. A hivatal tájékoztatása szerint a szakemberek talajmintákat vettek, és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a szennyezettség mértékének megállapítására. Környezetvédők egyben kőolajtermékek szivárgását is regisztrálták. A környezeti károk megállapítására vízmintát vettek. Minden mintát átadunk az Állami Ökológiai Felügyelőség operatív törzsének és a rendfenntartóknak áll a közleményben. A nyiprói erőmű Ukrajna legnagyobb vízi erőműve, amelynek építése 1927 márciusában kezdődött, majd öt évvel később helyezték üzembe, és 1939-re érte el teljes kapacitását. elindította a húsvéti segítségnyújtási programját a Magyar Református Szeretett Szolgálat Kárpátalján. A rászorulóknak összesen több mint 700 ezer forint értékben tartós élelmiszereket és alapvető higién és termékeket tartalmazó egységcsomagokat juttatnak el. Ezen kívül 75 egyedül maradt nyugdíjasnak, akiknek szeretteik távolra kerültek otthonuktól, mobiltelefont ajándékoznak. Az adományok átadása a három kárpátaljai református egyházmegyek közül a Nagyberegében kezdődött. Tóth László Esperesnek Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat Szolgálat ügyvezető igazgatója adta át a csomagokat és a telefonokat. Ezek nyomógombos telefonok, könnyen kezelhetők, úgyhogy az idős emberek is könnyen meg tudják tanulni a használatukat. Nagyon bízunk benne, hogy akár így az ünnepelőt, akár azt követően kapcsolatba tudnak lépni a szeretteikkel ezeken a készülékeken keresztül természetesen tartós élelmiszert is hoztunk, ahogy legtöbb esetben, hogyha átlépjük a határt. Mostani alkalommal 150 csomag élelmiszert hoztunk, 150 családnak, de fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy a héten többször, mint ahogy minden héten lépték át munkatársaim a határt, hiszen 20 ingyen konyhát támogatunk. Az a célunk, hogy a 10 hónapon keresztül, ami ez a program tart, 200 ezer embernek tudjunk élelmiszert biztosítani, 200 ezer adag élelmiszert tudjunk biztosítani, és én biztatok mindenkit, hogy ne legyen évvégén vége ennek a programnak, legyen folytatása, vegye föl velünk a kapcsolatot. Azt szeretnénk, hogyha akár gazdasági társaságok, gyülekezetek, cégek örökbe fogadnának akár csak egy hétre vagy egy hónapra a húsz ingyen konyhából valamelyiket, és, és biztosítani tudnánk azt a lehetőséget, amit most ebben az évben rászorulóknak.